aki az éjszakában van zokva, szerintem tudja a titkokat, az éjszakai titkokat. De mik ezek az éjszakai titkok? Tehát vannak ilyen titokzatos emberek, akik csak éjszaka tudod, előmászik, előbújik, nappal meg alszik, persze, mert ezért tudja, hogy van vaj a füle mellett, meg mit hogyan tud csinálni, igen, mert nappal ugye nem meri megcsinálni a dolgokat, érted? Mennyire élettel teli egy ilyen nyári este itt a környéken? Hát az az igazság, hogy ilyen kóbor emberek vannak, mert azért itt például a drog nem szűnt meg egészen. De viszont. Valahol meg boxolni kell, megmondom őszintén, mert igazából én is a rabja vagyok, nem is akármilyen, csak megmondom őszintén, nem tudom, hogy ki hogy éli meg, meg milyen boldult állapotot szeretne alakítani önmagának, hogy merítse ki azt, hogy tudja megoldani, hogy az ő helyzete jobb legyen. Józsefvárosi? Igen, itt lakok már jó régóta, 2006 óta. Itt a Kálvária téren vagy? Ja nem, a Diószegiben lakok. Szoktak konfliktusok lenni? Nem, hála, nekem annyira nem lesz, nincsen olyan konfliktusok. Most már azért van térfigyelő kamerák, meg ilyenek, gondolom azért figyelnek, hogy ki mit csinál. De mondjuk itt van egy-két olyan utca, ahol azt mondják, hogy a kapu aljak mögött, hát ott igen. Azért, amit nem lát a kamera se, ott azért vannak ilyen problémás. Lehet, hogy vannak még ilyenek. De akkor nem tud ilyen konkrét helyet? Nem, ilyen konkrétan helyet nem tudok. Mamácska, gyere haza, anyád, Ted. Onnan kezdődött a sárga épülettől. Az melyik az a sárga épület? Ott a dobozint sarká. Aha, aha. És így elkezdődött, hogy így az üllenek az emberek, részegek, meg minden. Volt itt valamelyik házban, valamelyik napokban valami, kijött a rendőrség, nem? Hogy itt volt valami verekedés? Ja, volt az is, igen. Hát persze, mindig megy itt a box. Így éjszaka. Volt múltkor is, hogy három rendőr keresett egy embert, a másikat elvitte a kommandós. Azért mondom, hát eléggé érdekesek. Nem tudom, mi van, hogy ennyi rendőr mászkál, de... Sok rendőr, folyamatosan mászkálnak itt a rendőrök? Hát persze, hát három is egyszerre, nehogy azt így. De így járőröznek, így hát nézik, nem, vagy kimondottan a Lujza utcában? Hát úgy, hogy nem csak a Lujzában, hanem így körbe mennek folyamatosan. Dobozi, bemegy akkor itt-amott, Lujza, Dió, akkor amonnan visszamegy amarra, Dankó fele, Illésen fölmennek. Látják, hogyha rossz arcú az ember, akkor már minősítik, vagy ha valaki dolgozó ember, még azt is minősítik. Tehát hozzáállítják az ember. Oda megy a rendőr, és akkor igazoltat? Persze, vagy igazoltatja mindegyiket. Hogy mit csinál itt éjszaka? Persze, múltkor itt három embert igazoltak itt így sarkon. Tehát azért mondom, nem bírnak magukkal, hangosak. A fele ember úgy néz ki, hogy nagyon, nagyon komoly, tehát azért mondom én, Van úgy, hogy éjszaka, az éjszaka minden bármelyik időszakában, mit tudom én, hajnali 1, hajnali 3, hajnali, ez már valakinek muszáj elmondani, ha már így megkérdezte. Egyszerűen zavaró, mert ő az egyik szomszédom, ez a drogos férfi, a másik oldalon pedig egy alkoholista pár lakik. De itt az utcán, ő még nem látta ezt, hogy az utcán itt árulnának, vagy ami olyan nyilvánvalóan, vagy van ilyen? Én megvallom őszintén, hogy én Jehova tanúja vagyok, és nappal, amikor járunk prédikálni, akkor láttam a Magdolna utcán, ha úgy benéz az ember, itt a Dankóból, ott a sarkon volt egy ideig az ő területe, szerintem úgymond. Azt szerintem mindenhol van kábítószer, ugyanúgy külföldön is, ugyanúgy itt nálunk is mindenhol van, szerintem. Nem, hála égnek nem, nincs ilyen, hogy drog. De régen, amikor még nem kerültem ide,
mondták, hogy 8 óra után nem is lehetett nagyon kijönni, mert hogy akkor más volt akkor a élet. Itt most már azóta nincs olyan élet, mint akkoriban. De az, hogy nem lehetett kijönni, az mit jelentett? Hát, megverték az embert? Elvették valami? Hát igen, azért kellett számítani, hogy akkor más emberek, akkor tényleg azért kellett félni, hogy azért bármi történhet. Hogy nem sok nyugodt éjszakán van, és nem merem kívni a rendőrséget, az a helyzet a drogosokhoz, mert az ember tart attól, hogy aztán nem mehetek végig az udvarba, mert hát az alkoholista így se köszön, mert ő megmutatja, hogy ő most, de életükben egy hetet vagy két hetet folyamatosan nem dolgoztak szerintem. És 23 éve, hogy itt lakom, ettől szenvedek. Valahol bele is gondolok az életükbe, mert hogyha nem lenne az, hogy így a magyar munkavállalók, tehát ez a... Mert amióta van ez a, hogy is hívják, hogy az ukránokon segítenek többet, mint egy magyar állampolgáron. Így meg is értem valahol őket, hogy persze, hogy nincs kedvük elmenni dolgozni, meg keresni a munkahelyeket, mert hát ugye én is három munkahelyet is megpróbáltam, mindenhova leadtam az önéletrajzomat, minden is sehol semmi. Vissza se hívnak, tehát cseszik az embert visszahívni, az e-mailt megnézni. Azért mondom, 10 embert elküldtek egy olyan étteremből, ahol én akartam felvetetni magamat, 10-et. Tehát igazság szerint, ami itt így folyik, így meg is tudom érteni a fele embert, hogy na most ez akkor miért is van? Hát, mert úgy szétlopják a fele izét, a fele országot, úgy szétlopják konkrétan, hogy az ember már nem tud mit csinálni, érted? Hát történik olyan, hogy ezért próbálják lehúzni, stb. Hogyha mássága van valakinek, szólogatnak, de hát én hogy mondják, nem félek az ilyentől, hál' Istennek. Nehéz hétköznapokat éltem át régebben, még mikor nem laktam itt, úgy kerültem fel vidékről erről, Izényire egy háza felől, és akkorjában nem elfogadott volt, már hogy sok-sok éve ismernek itt az emberek, 25 éve, minden nap itt járok el, így izé nem nagyon kötnek belém, hál' Istennek. Jó, így nem. Ennyi. De hogyha mondjuk egy olyan környékre mennék el, ahol nem ismernek, és ahol nagyon-nagyon izé nőjességet látnának bennem, ott már nem elfogadnák szerintem, belém kötnének egyből. Szerintem. Szánalmasok az emberek, legtöbbje szánalmasok. Igazából itt, mint úgymond kisebbség, küzdködünk itt az emberiséggel, így mondjuk, mint rumugló cigány gyerek vagyok én is. Én nem bírom tagadni, nem is akarom. Én szeretem ezt a úgymond kereszteződést, de én ugyanolyan magyarnak tartom magam, mint a többi. De hát ez nem kérdés, tehát szerintem ez most már, ezen a legtöbben azért ma már nem szoktak fennakadni. Nem értettem meg, hogy miért merítik ki az emberek azt, hogy tehát ítéljenek és süllyesszenek el bárkit is. Nem látják még saját magukat. Ami de jelenti, itt hogy... innen a kerületből származik? Tehát itt nőtt fel? Én megmondom őszintén, Borsod megyei vagyok, Miskolc mellől egy kis faluból, egy úgymond nagyon meleg úgy helyről, hogy tehát komoly családi állapot, én nagyon szerettem őket, mai nap inkább itt szenvedek, süllyedek, hogy olyan dologért én úgy gondolom, hogy nem lehet úgymond XX-be megbocsátani, amit nem érdemeltünk meg. De valahol mégis bocsátunk, hiszen hagyjuk, hogy járjon tovább, hiszen a gyerekem, meg valahol egy gyerekkori szerelem. Most ha nekem nem az emberek színével van a problémám amúgy, vagy hogy mert az lecsúszott, mert az szegény, vagy nem tudom. Ha normálisan elmegy mellettem, úgy nekem semmi bajom vele. De amikor például a szomszédom, ez az alkoholista, úgy direktből, vagy a drogos, mit tudom én, többet szívott a kelleténél, vagy ivott is, vagy nem tudom, akkor az úgy bizony nagyon kellemetlen, mert hogy nekem hétköznapokon még dolgozom. Ugyan nyugdíjas vagyok már, de
hát gondoltam, még egy kis kiegészítés nem árt, és hát így tudtam igazából felújítani azt a kis lakást, mit tudom én, kijöttek az önkormányzattól, meg is dicsértek, de aztán sokszor úgy megbánom, hogy Istenem, most miért investáltam én ebbe milliókat, mikor két ilyen szomszédom van. Van egy-kettő, akit már ezer éve ismerek, és ilyen nappal csak azt csinálják, a hülyeséget, tehát semmi más nem jut eszébe, csak hogy nézni a izéket, a madarakat. Tehát keres egy-két részeget, és akkor látja, hogy jó, be van mind a kettő baszonyt, az atom, akkor szia van. Az a szambázik, azt úgy kell fel az ember, érted? Vagy konkrétan semmilyen is, se telefon, se pénztárca. Vagy jobb esetben még a táskád. Tehát ami a szemét kívánja épp, ami neki szemet szúr, inkább azt mondom neked. De egymástól is lopnak, tehát ez a vicces az egészbe, érted, ellopja a másiktól, az is lopja, és akkor a másik is ellopja tőle, tudod, ez az ilyen karma. Hát ezt mondják, és ez így valahol úgy meg tudom érteni, ezt is, hogy persze, hát ingyen volt neki, akkor én miért nem vigyem el tőle, nem? Fogom, fölkapom, egyszerű, úgy van vele, érted? Nem fogott áldogálni azt nézni. Fogja, meghúzza, érted? Nem gondolkodik. Tehát ő inkább kockáz, tehát úgy van vele, hogy nem kell megdolgoznom ott a bohóc. Gyors bekockáztatom a izémet. Érted? Na de ezeket az embereket nem kapcsolja el a rendőrség? Némelyikre szarnak rá. Tehát úgy vannak vele, hogy amikor tiszta az embernek a személyigazolványa, és nincs körözve, akkor szarnak rá. Tehát akkor hadd csinálja, érted? Most kimerítette azt a dolgot, amit tényleg muszáj lenne kifejezni, hiszen meg el kell mondani, mert ha nem mondjuk el, nem lehet kiápolni az egészet, és el fog süllyedni tényleg a 8 kerület, mert értelmetlen. Nem lehet látni azt, amit kell. Ápolni. De mit kell látni? De mit kell látni? Hitet kell vinni az emberekbe, mert nincsen. Felkelnek reggel, és nem látnak semmit sem, csak mennek előre, és céltalanul akarnak élni. De hogyan lehet hitet vinni az emberekbe? Én úgy gondolom, hogyha lenne egy, úgymond, mint egy kis közösségi helység, amin lehetne ápolni ezeket a beteg embereket, hiszen ez betegség. De mi a betegség? Az, hogy az emberek hitetlenek? Úgy, mint egy drogfogyasztás, de ezt nem csak úgy kell kimeríteni, hogy csak drogosok vagy alkoholisták. Ez maga az emberiség, akik itt élnek. Nincs hit. Tehát, mikor azt mondjuk, hogy ó Istenem, az óba benne van a remény, a jövő, a törődés, az odafigyelés, a hála. Ez is egy paradicsom.